Szeretettel köszöntöm Önt. Én dr. Fábián Mária ideggyógyász vagyok, holisztikus szemléletű ideggyógyász. Mit jelent ez, mire számíthat akkor, hogyha én vizsgálom meg, mint ideggyógyász, vagy én kezelem, mint ideggyógyász? A nézőpontom az, hogy ahhoz, hogy bármilyen idegrendszeri betegség legyen, valaminek a szervezetben fel kellett borulnia, és nem biztos, hogy csak az idegrendszerben történt ez a felborulás. Én úgy nézem ilyenkor az emberi testet, mint egy jéghegyet, ahol a jéghegynek az 1/9 része áll ki a vízből, és a hagyományos orvoslás azt az 1/9 részt nézi meg, vizsgálja, időnként a vizsgálatokkal benéz a víz alá, de csak felszínesen, talál valamilyen elváltozást, és a jéghegy csúcsát nézve elkezdik kezelni, ezt legtöbbször gyógyszerekkel. Az én nézőpontom és az én működésem során nem csak azt figyelem és vizsgálom, hogy mi van a vízfelszín fölött, vagy közvetlenül a vízfelszín alatt, hanem azt a 8/9 részt, ami a jéghegy víz alatti hatalmas területe, azt is elkezdem megvizsgálni, megtekinteni, keresni az ott lévő változásokat. Én hiszem azt, hogy nagyon-nagyon sok problémának az alapját meg lehet találni azokban az élettani, de inkább korélettani elváltozásokban, tehát azokban a működési problémákban, ami változást létrehoztunk a mindennapjaink során. Milyen kérdéseket fogok feltenni? Nagyon-nagyon fontos az étkezés összetétele, az emésztőrendszer működése, vagy annak megváltozása. Nagyon fontos az, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, mik történtek még, a bajtuk a sportot, vagy éppen elkezdtük, de nem azt, amit igazából szeretünk. Van egy csomó családi vagy munkahelyi változás, ami valami miatt megterhelhet minket, és ezáltal bizonyos anyagokat, ásványi anyagokat, tápanyagokat felhasználunk lényegesen nagyobb mértékben, mint azt megelőzően, és létrejöhetnek a különböző hiánytünetek neurológiai problémaként. Ilyen az alvás probléma, ilyen a fejfájás kialakulása, de nagyon-nagyon sok helyzetben, a memóriavesztésnél, vagy az érrendszeri betegségeknél a megelőzést és a megelőzés hiányát keresve megtaláljuk azokat az elváltozásokat, amit nagyon jól lehet pótolni, tehát ha valami hiányzik, vagy nagyon jól javítunk az állapoton, hogyha azt megváltoztatjuk. Étrendre gondolok például, ugye a szénhidrát, a glutén, ezek ilyen mumus ételek, amivel nem lenne őrült nagy baj, hogyha nem szélsőségesen fogyasztanánk. Tehát mire számíthat ön, amikor egy holisztikus neurológushoz kerül? Olyan kérdéseket fogok feltenni, amit eddig, ha volt már esetleg neurológusnál kivizsgálásod, lehetséges, hogy nem tettek föl. Engem érdekel az látszólag oda nem illő változások, a látszólag oda nem illő testi tünetek, vagy látszólag oda nem illő betegségek. Hány meg hány ember emésztőrendszeri betegséggel küzd, és nem érti, hogy miért jelenik meg utána egy olyan idegrendszeri tünet, például, hogy alvászavar, hogy krónikus fejfájás, hogy érrendszeri tünetek, mit keres az ő életében ez? Na, ezeket keressük meg, ezekben szoktam mondani, hogy húzogatjuk a szálakat, és azt nézzük, hogy mi az, amit az alapja ezeknek a testi tüneteknek, mi az, amit mindenképpen érdemes kivizsgálni, és a vizsgálatok alapján, eredmények alapján kezelni. Természetesen nagyon a hagyományos orvosi vizsgálatok és kivizsgálás fontos. Tehát abban tudok segíteni, hogy milyen
szakmai vagy szakember vizsgálatát kérjük, és tanácsát kérjük, eredménye fontos számunkra. Ezek után és a megbeszélés alapján pedig olyan nem csak vizsgálatok, hanem olyan kezelési lépéseket tudunk beállítani, ami a felborult élettani folyamatokat fogja visszaállítani, helyreállítani, és ezáltal tudunk sokkal hatékonyabb eredményt elérni bármilyen idegrendszeri problémánál. Megkeressük azt, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Tehát számtalanszor van olyan probléma, hogy na most akkor én vas hiányos vagyok, és azért van vérzékenység, vagy vérzékeny vagyok, azért lettem vas hiányos. Nagyon-nagyon nem mindegy. És hát az egyik különlegességem, én úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek tudok ezzel segíteni, hogy tanulom, olvasom, figyelem, és keresem a pácienseknél is azt, hogy mi változott meg a bélrendszerben, mi az, amivel ott rendet tudunk tenni, mert a bélrendszer épsége az idegrendszer épségét is magával hozhatja. Ez egy új teória, tendencia. 2017 óta kezdtek el cikkezni erről, de hiszem és tudom azt, hogy a bélflóra helyreállítása az az idegrendszerünk, a mentális állapotunk jó alapját is létre tudja hozni, és ezáltal sokkal könnyebben tudunk változtatni, eredményeket elérni, meg helyreállítani a test működését. Ha bármilyen ilyen nézőponttal szüksége lenne önnek egy konzultációra, mely konzultáció abban segít, hogy mindezt végigvezessük, megtervezzük a programot, akár a vizsgálatokat, akár a kezelés irányában, akkor várom szeretettel. Köszönöm a megtisztelő figyelmét, jó egészséget kívánok!